Szeretné családtagjait otthonában gyógyítani? A Safe Laser segít önnek ebben. A pelenka kiütéstől a nagypapa hátfájásáig, valamint a házi kedvencek betegségeinek kezelésére hatékony megoldást nyújt. Manapság már a háztartás fontos része, mint a lázmérő vagy a C-vitamin. Safe Laser a családgyógyító fénye. Részletes információ www.safelaser.info. Nagy nagy szeretettel köszönjük a kedves nézőket, VNTV-től Vivanatúra televíziót láthattuk. Ezen belül is az FAQ adás sorozatunk, a kedves vendégem, dr. Egeri György, Gyuri, szia! Üdvözlöm a nézőket! Már hiányoltak, már mondták, hogy már mi van most már Gyurival című dolog. Na, erről is egy pár szót fogunk beszélni. Az FAQ annyit tesz, hogy felelősségvállásunk koeficiense vagy mértéke, és azért egyre jobban érezhető, hogy ez a felelősségvállás egyéni szinten nem elkerülhető az emberek részéről. Te fogod magad, felszállsz a 22-es buszra, kis hátizsákoddal, lebumlizol a Moszkva térre, utána átjössz villamosan a Markó utcába, csak azért, hogy beülhessél egy tárgyalásra, ahol dr. Horváth István professzor urat a népbíróság próbálja faggatni nem mindennapi módszerekkel, de aki Bacsó Pétert ismeri, az nagyjából tudja, Bacsó Péter, ugye? Péter? Filmje volt. Filmje, a Tanú című film, csak itt hál' Istennek most még először nem az ítéletet, hanem a tanúkat sorolták be, mert ott még azt is összekeverték. Milyen hang? Itt is. Itt is összekeverték. Milyen hangulat van ezeknek a tárgyalásoknak egyébként? Tulajdonképpen ilyen kafkai, teljesen groteszk az egész, a teljesen röhely, látszik ez a művi koncepciós per. Tehát ez egy névtelen feljelentés alapján indult. Egyszerűen nincs is feljelentő konkrétan? Tehát, hogy... Nem lehet tudni, hogy ki, nem merik nyilvánosságra hozni. Én azt gondolom, hogy ez alfától omegáig egy rendkívül aljas eljárás. De ez mutatja, mint csebben a tenger, hogy milyen is a mai. Ezt akartam kérdezni, hogy a te életedben más aspektusból, más körülmények között találkoztál-e másfajta habitussal, megközelítéssel, hogyha volt egy ötleted, vagy bármit csinálni szerettél volna? Én a Horváth profhoz képest kisiskolás vagyok. Tehát engem könnyű volt így elnyomni. Van körülbelül 10-20 ember, aki figyeli a nevemet, és hogyha megjelenik valahol a nevem, akkor megírják azt a napi 10-20-30 mocskolódó levelet, és ennyi. Engem így el lehet nyomni. A Horváth profot bocsáss meg, de miért? Hogyha van egy pár ilyen seggfej, aki arra tette fel az életét, hogy téged lehetetlenít tegye, miért nem veszed fel a kardot? Most elnézést, ezt kérem, mert azért, hogy nem voltál itt 2 évvel, pontosan ennek egyik oka ez volt, hogy ezek a drága mocskolódó emberek, miután téged nem találtak meg, személyesen engem atrocitáltak a te dolgaiddal, és igazából... Hát, tudták, hogy mi a gyenge pont. Tudták, mi a gyenge pontod, aha. Így van. És ezt te meddig akarod vinni ezt a gyenge pontot magaddal? Na most hát itt te vagy a gyenge pont, én már megszoktam. Ja, te már. Én már megszoktam. De én voltam a gyenge pont. Te vagy a gyenge pont. Hát figyelj, amikor az én édesdrága anyámat szidogatják azért, mert te nem válaszolsz nekik a szakmai kérdéseikre, amik egyébként nem szakmai kérdések, hát az nem szakmai mocskolódós kérdések általában. Tehát én ezen már régen túl vagyok, ezekre én nem válaszolok, sose veszem föl a kesztyűt. A kérdésre a válaszot pedig Karinti Frigyes adta meg. Ő azt mondta, hogy inkább engem egyenek meg a férgek, mint hogy én egyem meg a férgeket. Aha. Tehát nem érdemes harcolni. Aha. Nekem van, tehát az időmet értelmesebb dolgokra is szerencsére el tudom költeni. Én most egy amerikai tudományos folyóiratnak, az Infinite Energy-nek a technikai szerkesztője vagyok. Özönlenek hozzám a cikkek, alig győzöm, és én az Egyesült Államokban élem ki mondjuk a tudományos ambícióimat, de és hát, a laborunkból. De hát itt élned, halnod kell, és pontosan a Horváth professzor példája az, aki tökéletesen tudja, hogy miről szól ez az egész, nem rokkan meg ebbe az egészsége, hanem még több erőgyűjt. Ő felvette ezt a kesztyűt. Akkor valami módon mégiscsak talán mi példaképed is ebbe a dologba. Így van, tehát
Na most menjünk azon végig, hogy mi is volt ez a per, meg mi is történt itt. Ugye az uralkodó orvosi észjárás szerint a koleszterinnel nem lehet mit csinálni, csak csökkenteni kell. Erre, és ez a zseniális meglátás, azt mondta a horvát prof, hogy a koleszterin szint az olyan, mint a cipőnagyság, vagy a nyakbőség, mindenkinél más. Tehát nem szabad azt mondani, hogy mindenki, mit tudom én, 36-os cipőbe járjon, mert az a nőknek nagy, a férfiaknak kicsi, néhány embernek jó lenne. De az orvostudomány azt mondja a koleszterinről is, hogy mindenkinek legyen azonos, előírunk egy nagyon szűk sávot. Aki fölötte van, annak a szintjét csökkenteni kell. De a biológia ezt nem támasztja alá. Mindenkinél emberi adottságok szerint más és más. Például alapvetően fontos, hogy koleszterinből készül ugye az emberi agy. Nagyjából ez egy koleszterin, egy kocsonya. És hogyha elkezdjük a koleszterin szintünket csökkenteni, mert le lehet csökkenteni, tragikus dolog lesz. Ez történt az anyósommal is, magas volt a koleszterin szintje, kapta a csökkentőt, meghűlt. Mert nem épült újra az agy. Ugye az agy is lebomlik, épül. Normál esetben. Annyit csak szeretnék elmondani a nézőknek, hogy járt nálunk Horváth professzor is, már korábban is régi jó barátom, 20 év ismerjük. Hasonlóképpen, mint veled is 20 évet találkoztunk először, és az egyik adásban tökéletesen Mari néninek is elmagyarázta, hogy mi ez a koleszterin sztori. Csak egy mondat annyi, hogyha abban a pillanatban, hogy egy fehérje rétege bevonja azt a koleszterint, amire szervezet már nem tud használni, akkor az immunrendszer a fölösleget kiszedi a szervezetből, és nem kell több. De maga a koleszterint lenyomni egyértelműen látszik a devianciának a bevezetésével. Tehát mi valószínűleg nagyon magas koleszterin szinten rendelkezünk. Nekem 17-es volt egyszer, amikor mért. 17-es, ez sok vagy kevésnek tűnik? Hát ugye 4 a normális. 4 a normális. Tehát te agyra dolgozol, megmondtad azonnal. Így van. Éppen könyvet írtam, a Horváth prof is azt mondta, hogy hát igen, vannak olyan esetek, amikor ennyire magas a koleszterin szint, akkor az a normális, és én vega voltam. Szigorúan vega, nem ettem semmi húst. De zöldséget. Még mindig az, hogy egyébként megy meg kicsit ki? Nem, úgy van, hogy télen eszem húst, nyáron nem kívánom a húst. Ennyi csak. Ennyi. De minden más, ugye. És az az igazság, hogy télen azért elmegyek Vietnámba egy kis időre, és akkor kiélhetem a napfény meg a gyümölcs igényemet is. Tehát ez nagyon fontos. De ezt nem mindenki teheti meg. Egyébként nagyon olcsó Vietnám, mindenkinek ajánlom. Jó, visszatérünk akkor erre a sztorira. Tehát ott vagyunk a tárgyalóteremben, van egy koncepciózus eleve elrendelt ítélet, amit majd rá akarnak valahol milyen módon húzni. Tehát nem látjuk ki a feljelentő, de azért Horváth professzor ezt is elmondta, hogy hány milliárd az, amit a gyógyszergyárak elveszítenek azáltal, hogy ezek a koleszterin csökkentő gyógyszereket nem tudják eladni. Tehát maga a motiváció megvan az ő részükről, de nyílt színen ugye nem mernek konfrontálódni vele. Először lekóklerezik, aztán kiderül, hogy több tudományos fokozata van, mint bármelyik drága embernek a Tudományos Akadémiának, Amerikai Tudományos Akadémia tagja, tehát nem lehet őt olyan egyszerűen leradírozni. A tanukról beszélj egy kicsit, légy szíves, meg a vád képviselője. Na most rengeteg sokkoló része volt ennek a dolognak, mondom, kapkodtam a fejemet. Először is egy ilyen kis rendelőben rendelt egy asszisztens, aki mindig levette a vért, elvitte, processzálta, majd utána a szérumot adta a betegeknek. És névtelen feljelentés alapján jöttek a rendőrök, és összefogdosták az ott váró embereket. Ezek lettek a vád tanúi. De érdekes módon, ugye néhány ember ott nem tudta folytatni a kúrát, mert a rendőrségi razzi ezt megakasztotta. Pár ember viszont olyan rossz állapotban volt, hogy ezzel nem törődött, és később illegális körülmények között, másút, máshol megcsinálták a kúrát. És olyan emberekkel találkoztam, amelyek a tankönyvi orvostudomány szerint tökéletesen reménytelen esetek voltak, és ezek az emberek miután a razzia után megkapták ezt a szert, hirtelen jobban lettek, de látványosan. Nagyon emlékszem az egyik tanúra,
aki azt mondta, hogy bíró úr, hát nézzem meg engem, egy lépcsőfokot nem bírtam járni. Most meg lótok, futok, kelek, járok, semmi bajom nincs. Hát szégyen ez az eljárás, szégyen, hogy a professzor úr van itt. Ekkor itt a tapsihar? És még annyi, hogy azt is mondta, hogy a professzor úr Nobel-díjat érdemelne. Nagy taps, a bíró meg dühösen, ugye, kiürítettem a termet. Azt mondta, hogy kiürítettem a termet. Mm. Ugye ő a perrendtartáshoz köteles ragaszkodni, ott a tetszésnyilvánítás valószínűleg tilos, ám nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy mi játszódott le az ügyész agyában és a bíró agyában, ugyanis hát egyértelmű, hogy a vád összes tanúja a védelmet erősítette, a vádnak egyetlen egy ütős tanúja nem volt. Tehát senki nem lett rosszabb. Zavarma ez valakit szerinted? Tehát, hogy ahol a jog, vagy ahol a hatalom, hogy ez mindig egy óriási kérdés, hogy, így van, hogy erőből fognak döntéseket hozni, és meg is magyarázzák, hogy miért feketesegű Horváth professzor után. Na most, mióta a televízió van, ugye volt egy ember, azt hiszem a Hun TV, akik fölvették, na, nektek is érdemes lenne egyébként fölvenni a PER-nek a következőt. Megkaptuk mi ezt a Hun TV-től, bármikor le tudjuk adni, csak jövő ki az első közlési jog, és ezt nagyon sokan nézték, miért vegyük el tőle. Így van, de egy pár részletet azért érdemes lenne bevágni. Tulajdonképpen most itt áll a hatalom, azaz, hát nevezzük meg nyíltan a gyógyszeripar letolt nadrággal. A probléma itt az, hogy Magyarországon körülbelül évi 10-15 ezer ember hal meg emiatt. Ez teljesen egyértelmű. Ez a 45 és 65 év közti korosztály, de ha nem csak a halálos betegségeket soroljuk ide, hanem a szívinfarktusokat, az agyi infarktusokat, tehát szélütést, abban az esetben sokkal több embert érint ez a dolog. Az én unokatestvérem is bankban dolgozott, nyugdíj után visszahívták, és egyszer csak szélütést kapott a portán, egy szállodába lakott, a portás vette észre néhány órával az eset után, soha többé nem fogja tudni emelni a kezét, nem fog tudni beszélni, mindig segítségre szorul. A statisztikában ő él, tehát ő nem halt meg emiatt. Mi pénzbe kerül a társadalomnak? Neki és az egész családnak. Hmm. Ez az egyik óriási nagy szegmens, akik tönkreteszik a társadalom egy részét, mások pedig azok lesznek, ugye, akik Alzheimer-korba, Parkinson-korba, öregkorukra elhűlnek teljesen, egyszerűen azért, mert koleszterin csökkentőket kaptak. Tehát a gyógyszeripar hármas csapást mér itt a társadalomra, a magyar társadalomra is. Egyrészt óriási kapacitásokat elvisz az, hogy sztrókos betegeket kell kezelni, fél év, egy éves rehabilitációk, de lehet, hogy az emberek nagy részén soha nem lehet segíteni. Én láttam ott 20 éves embereket zöldségként vergődni, mert sztrókot kapott 20 évesként. Egyszer majd felfekvésben meg fog halni, és járnak be évek óta a családtagok. Ez a tragédia egyik része. A másik az elfekvő osztályokat tömik meg, teljesen elhűlt Parkinson-kóros, Alzheimeres emberek, akiknek épp a teste, csak éppen azért, mert az agyuk leépül a koleszterin csökkentők miatt. Hát ezek bizony zombik lesznek, ez a másik része. Húzzuk egy kicsit föl ezt a látószöget, ugye, hogyha egy kicsit a napi eseményeket figyeljük, és akkor a TTI, az amerikai-európai közös kereskedelmi egyezmény bevezetése, aminek a lényege az, hogy egy multicégnek már nem is kell menni bíróságra, ha nem megfelül neki ez a döntés, amit kormány szinten hoznak, ő mint multi felül irányíthatja, akkor már nem lesz szüksége arra se, hogy ő névtelen fejlentőként irányítsa a magyar bíróságot. És akkor egy kicsit nézzük már meg másik oldalról. Horváth professzort azt is megkérdeztem, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik
pozícióban vannak, netán miniszterek, miniszterelnökök, és este a sötétbe kopogtatnak be hozzá, hogy hát professzor azért nekem ezt meg kéne kapnom, mert hát fontos ezt nekem. Megteszik. Megteszi, de ő társadalmi szinten mégis mégis megteszi, mert ha nem ő teszi meg, megteszi más, és ebbe döglik bele az egész világ, nem csak a magyar társadalom, hanem tudják, merik teszik, ahogy te mondod, és gyakorlatilag senki nem hülye, az a bíró is a zseniális ember, okos ember, és ő valamilyen módon neki tudnia kell, hogy mit tesz. Tehát tudnia kell, a Tanú című filmet megnézte, együtt röhögtük végig biztos a moziba, ott ült mellettem. Igaz? Ott röhögtünk. És most ő ült abba a bírói székbe, igaz? Így van. Szóval... Nagyon kíváncsi vagyok, hogy van-e morális tartása. Rendkívül kíváncsi vagyok. Nekem az a tippem, hogy ezért, mivel nem találnak igazi tanút a vádhoz, nem ezt a vonalat fogják vinni, hanem az áfa csalást. Ugye áfa csaláson mindenkit le lehet buktatni. És csak akkor... az APEC elnökét nem. Hát jó. Hát ők törvényen felül állnak. Tehát tulajdonképpen itt a politikusok állandóan beszélnek arról, hogy hú, hát így szolgálni a népet, úgy szolgálni egymást. Ki ez a marha, aki elhiszi nekik? Már elnézést kérek, nem hagytam végigmondani. Tehát amíg mi esszük ezt a hülyeséget, addig az lesz, amit mi megálmodtunk magunknak. Bocsánat, folyt. Itt egy holokauszt folyik. Semmiképpen nem lehet ezt másként nevezni. A többség ellen folyik ez a holokauszt? Így van, az átlagember. Méghozzá azt merném mondani, hogy aki alkoholista, meg aki, mit tudom én, 4 cigaretta füstöl a szájába egyszerre, azzal nem törődnek. Joga van mindenkinek az asztal alá inni magát, meg szétcigizni a tüdejét, ezzel nincsen probléma. Azzal van probléma, hogyha olyan emberek, mint te meg én szeretnénk az életünket egészségessé tenni, és a koleszterin szintünket levenni, és végigcsinálni egy ilyen kúrát, akkor ezt csak illegálisan tehetjük. Ezért valami pozitívat is kimondtál, hogy ha már elég tudatos és éber vagy ahhoz, hogy nem maszlaként teszed ezt a sok média taknyot, amit beléd raknak meg, kicsit az Indexnek, meg a Jóisten tudja mi, amikor mondják, hogy fú, ez áfacsaló, ez egy halálos jelenség. Én is az voltam az Indexre, ezért emlékszem, mert Kombucsa Pista bácsi emberek százezreit csapta be ezzel a Kombucsával című dolog. Olvastam annak is. Engem is elfelejtettek megkérdezni, hogy Kombucsa Pista bácsi mit szólsz te ehhez, mert el tudtam volna mondani a véleményemet. A tudatos emberek egy idő múlva eljutnak odáig, hogy megnézik azt, hogy mit adnak be maguknak, milyen falatot esznek be a szájukba. És én ebbe bízom, amiért itt van ez a tévé, és nem Vietnámba ücsörgök veled, mondjuk nem egy hónapig, hanem 5 hónapig ebből az árból, az, hogy hiszem, hittel vallom, hogy egyre több ember ébred föl, és egy idő múlva ez a bíró testvérünk se fogja megtenni azt, amit elvárnak tőlem, mert a moralitása, ahogy te mondtad, mindenkibe benne van. Tehát ahhoz, hogy én bíró legyek, egy intelligens embernek kellene, nagyon sokat kell tanulnom, nagyon sokat kell tapasztalnom, és igen, és egy idő múlva nem tudom már megtenni, amit elvárnak tőlem, mert éppen a tudatalatti olyan betegségeket csinál, hogy lehet kopogtatnom kell majd Horváth professzornak az injekciója. Ennek az ügynek van egy rendkívül bizarr és aljas vonulata. Én ott majd hanyattestem, amikor a bíró elkezdte a Weasz Tamásnak a nyilatkozatait, a tanúságtételét felolvasni. Miközben annak Horváth professzor? A Weasz Tamás, bemutatom, nem tudom, hogy a kamera látja, a figyelőbe olvastam egy rendkívül érdekes cikket. Mostani mikori ez a szem? Hát azt mondja, hogy 2014. március 27. Úgyhogy archívumban megtalálják. A választások előtti napokban, ha jól emlékszem, akkor ugye hát kiderült, hogy az MSZP-nek, most ennek a Simon Andrásnak, vagy kinek most a pénzét, hamis útlevelek, meg bissau-guineai útlevelek voltak. Ez egy gazdag ember volt, Afrikában voltak rendkívül jó politikai kapcsolatai, oda öreg mentőautókat szállított ingyen, karitatív módon, és ez jó is. A pénzt pedig úgy kereste, vagyonos ember volt, hogy
hamis kereseti igazolásokat állított ki, hogy XY adózott Afrikában című. Így van, adózott Afrikában, és így akkor a bármely ország adóhatósága nyelt egyet, és azt mondta, hogy jó, hát akkor... Legális jövedelme van, mert Afrikából van. Hozott 60 millió dollárt magának izzadságos munkával. Mert ő olyan jó befektetéseket csináltott. Na most ő mosott mindkét oldalra a pénzeket, ennek a Simonnak, az MSZP helyettesének, aki egyébként annak idején az úgynevezett éhségmenetnek az élén állt mindig, szóval ekkora arcátlanságot, és hát a Fidesz jó kifigyelte, hogy ennek az űrgének valószínűleg lopott pénzei vannak a bankba, és választások előtt jól időzítve bedobták ezt a köztudatba, jól el is gyepálták, megérdemelten az MSZP-t. Na most a Velsz Tamás az mosott ide is, meg oda is pénzeket természetesen. Tehát sárgába is, pirosba is mosta, úgy érted? Így van, mind a kettőbe mosta. És megszerezte a szer forgalomba hozatali engedélyét Bissau-Guineába, mert egy kockás papíron kiszámolta, hogyha csak Magyarországon, ha minden második embernek sikerül ezt beadni, és minden ügyleten mondjuk 10-20 ezer forintot keres, akkor nem milliárdos, hanem sok milliárdos vagyon. Most a koleszterin injekcióról beszélünk. A koleszterin injekció. Uh-huh. Tehát ő finanszírozta a professzor úr kutatásait egy korai fázisban, amikor erre még nagy szükség volt. Uh-huh. Ultracentrifugákat vett, berendezéseket, stb. És ő meglátta jó üzletemberként ebben a hatalmas üzletet. Sőt, azt is, hogy a világ nem csak Magyarország, hanem ki lehet lépni az Európai Unióba, és így tovább, és így tovább. Csillagászati üzletet látott, és ez az is egyébként. Tehát aki ezt végig tudja csinálni, az hatalmas pénzeket keres. Ha a magyar államnak, tehát már úgy értem, hogy a politikus, valamely politikus gárdának, pártnak valaha lenne esze, ezt mondjuk el lehet felejteni, de ha lenne esze, akkor mellé állna, és annyi pénzt lehetne ezzel keresni, hogy a magyar államadóságot pikpak le lehetne írni. Tényleg. Te szerinted Pinocchio tudta, hogy mit köszönhetett Geppettónak? Tehát a marionett figura, aki ugrál a zsinór padláson, eljut odáig, hogy én egyszer lehetnék önálló, független, szabad, akaratú politikus. Még egy képet mutatnék. Jó vágásos rác volt egyébként. Igen. Kár érte. Illetve én ezt személyes dolgom nem ismerem, mert már tévét sem nézek évek óta, hogy na, és akkor most már érezzük a szálat. És az ő halálának van esetleg köze a horvát ügyhöz szerinted? Mert azt írott, hogy egy bérgyilkos végzett vele. Én 15 férfi ismerősömet végig kérdeztem, elmondtam az esetet. Tehát a Velsz Tamás finanszírozza a professzor úrnak a kutatását, és megszerzi az engedélyt Bissau-Guineába. Innentől kezdve Afrikába elindulhat a többi államban is az engedélyeztetés. Mekkora biznisz az ott a gyógyszergyáraknak, most fogalmazunk ki. És tulajdonképpen az az eset, hogyha ott részt ütnek a bástyán, onnantól kezdve. Van stadiuk több tízezer, százezer emberen, igaz? Így van, onnantól kezdve megállíthatatlan a dolog. Uh-huh. Tehát a kulcsfigura itt ez a Velsz Tamás volt, mert hogyha őt hagyják lendületben, akkor ez az ember, mint a gőzhenger, elindul Afrikában, és akkor megállíthatatlan az ügy. Mert onnan átmegy a Közel-Keletre, rengeteg kövér arab olajmilliárdos van, és utána tovább megy Kínába, utána se Európa, se az Egyesült Államok már nem tudja tartani ezt a dolgot. Uh-huh. Megindul a nagyüzemi gyártás, a koleszterin biznisznek vége. Uh-huh. Na most, mit lehet csinálni ilyenkor? A gyenge láncszemet kell kiütni, az Velsz Tamás. A figyelő nagyon egyértelműen sok-sok forrással bemutatta, hogy sok-sok közeli ismerősét bemutatta, hogy ennek az embernek eszeágában nem volt öngyilkosnak lenni, mégis egy rendőr autóban
hirtelen úgymond öngyilkos lesz. Az összes ismerősöm azt mondta, hogy ez röhely, ez az öngyilkossági teória, ez egy sima bérgyilkosság. Emlékszel, hogy napokig a boncolással volt a óriási hercehurcák, mert igazából nem találták meg azt a boncmestert, aki ezt állította volna nekik az öngyilkosság tényét, tehát nem volt ilyen egyszerű nekik ezt bevizintani, de viszont ez azt jelenti, hogy ha belegondolsz, akkor már Magyarország Chicago. Tehát ez már Chicago barátom című, hogy a, tehát gyakorlatilag ugyanazok a módszerek kezdtek el működni. Ez nem, Chicagóban egy-két szesz csempész mondjuk meghalt 72 golyó miatt, de itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy több százmillió ember hal meg emiatt. Tehát ez nem egy egyszerű alkapóne ügy. Na most Gyuri, nekem egy óriási ugrás szeretnék tenni, olvasva az Eltitkolt Találmányok című könyvedet, és ott emeljük ki Morét például, aki nem tudom, 1920-ban kitalálta a fantasztikus készüléket, egy dobozból tudott villanykörtéket világítani. Mi van akkor, hogyha őt is eltüntették konkrétan? Ha Moré ezt végig gondolja, hogy vagy az enyém a tudás, és esetleg egyszer csinálok belőle 20 forintot, de csak az enyém, vagy a titkát akkor leközli egy akkori újságba, megosztanak a világon, és ma a világon mindenütt Moré dobozok világítanak az emberek asztalán, és az összes elektromos társaság tönkre megy. Hogyha egy zseniális koponya, horvát professzor, ő köszönöm szépen megette a kenyere javát, itt elmondta, hogy nem a pénzet csinálja. Úgy tudná magát legjobban megvédeni, és a véleményre vagyok kíváncsi, hogyha ezt a NZ per X per 26 per gyök per 2 akármilyen gyönyörű biokémiai képletét holnap megjelentetné a világhálón, és minden embernek elérhetővé válna, akihez értelmes, és az összes gyógyszergyár nem tudna eltüntetni ezt a dolgot, szóval mindenkinek ott lenne ez a lehetőség annak a több száz millió embernek. Ez harcmodor váltás lenne, mert amíg egy ember tud valamit, bármikor eltüntethető, ez hát, a te Moré példád. Ez a gyenge láncem, a Raymond Rife-val is ugyanezt tették, tehát én erről nem szeretnék beszélni, de ez a gyenge láncem. Pont ezért nem szeretnék beszélni. Egeli György holnap egy teljesen használható tuti energianyerőt kitalálna, végre lenne annyi pénzed, megcsinál, stb. Mennére vállalni ezt a dolgot, hogy gyerekek, akkor én ezt nem őrizgettem magamnak, mert az életem a tét, inkább kiteszem a Facebookra, az internetre. De én már ezt megtettem. És csinálgatják a készülékeidet valami? Hát sok ember megismételte, de ugye... Most a hidegfúzióról beszélünk? A hidegfúzió, igen. Sok ember, de azt a sok-sok munkát, és azt a sok-sok a technikai többlet trükköt, meg műszaki fogást, ami még kell ahhoz, hogy ez egy sorozat gyártható termék, azt nem tették bele. Látták, hogy igen. Tehát én odáig eljuttathattam az embereket, hogy itt a kályha, innen indulhatsz. De minden egyes lépést... Láttam ezt a filmet egyébként. Ez korrekt módon így van. Én azt mondom, hogy Magyarországon biztos van egy-két ilyen alkapúne alakú Weisz Tamás kaliber úriember, akit már nem lehet olyan könnyen elpusztítani, és most már a Tamás példáján okulva sokkal okosabban, ez közügy valóban több száz millió ember, szinte milliárdos nagyságrend, ez földszinten hozzá lehetne nyújtni, mert csak így lehet megtörni az oligarchák és a multik hegemóniáját, hogyha a nagy közös tudásba, amit kaptunk tudást, azt betesszük. Egyszerűen nincs más út, mert hogyha egyénileg próbálunk harcolni, védekezni, elesünk, és gyenge láncszerűként kiúlunk a rendszerből. Na most én itt nagyon szkeptikus vagyok, ismerve, ugye vannak ilyen kis könyvecskék, a 100 leggazdagabb magyar. Egy sincs közülük, aki azt mondaná, hogy emberek, én abból lettem milliárdos, hogy a ti pénzeteket összeszedtem, és hogy szedem össze a pénzt, a pénzeteket? Fölemelem a benzin árát, mert csak ennyi. Hát fogok én... Fölemelem a hitelkamatot. Fogok én hülyeskedni innovációval? Hát fölemelem a benzinárát, megemelem a kamatot. Gyuri, most ki fogok ábrányítani szkeptikus ügyben. Az első 100 leggazdagabb ember nincs benne abban a könyvben. Itt kezdődik egyébként. Na, az lehet. Bár azt hiszem, a Csányi Sándor azért abban. Neki muszáj, mert reflektorfényben van. Így van. De ott van Jóska Pista Géza, aki hátul az olajszőkítésből a,
az akkori ENSZ katonákkal milliárdot, miért lett le titkosítva 50 évre? Azért, mert kiderülne, hogy az ENSZ-nek adták el a magyar szőkített olajat, aki titokban eladta a szerveknek. Tehát ezt csak a szegediek tudják, ha lemész és ők elmondják, hogy hogy volt ez a biznisz, de hány ilyen van, amikor kiderülne az aljaság, akkor azonnal ez kiderül. Na most, és nem azért beszélünk, hogy még mélyebb legyen a félelem és az elesettség. Amiért nekünk ma itt beszélni kell, hogyha ezt te látod, ezt én látom, ezt Horváth professzor látja, az a pár száz ember látja, aki ott ült mögötted, mert azért most igen. Már sokat változott a Bacsó Péter tanú című szituációhoz képest látszólag, de ma már az embereket nem lehet olyan könnyen hűíteni, nem lehet olyan könnyen a háborúba vinni, csak ez az apró pici dolog kell, hogy ez a láncem megerősödjön, és lelepleződjön édesdrága gyógyszergyára, élelmiszerhamisítók, a benzinszőkítők, stb. És most ehhez mi kéne? Ami ebben az ügyben számomra felháborító, hogy elvileg köztünk adófizető állampolgárok és az államapparátus között van egy szerződés. Ez egy élő szerződés. Ami sose jött létre? Ez alkotmánynak nevezik, vagy nálunk alaptörvény. Ja. Úgy szüntettél meg az alkotmányt, hogy most alaptörvénynek. Alaptörvény. Az alaptörvényben van egy sok-sok homályos dolog, de van egy világos mondat, hogy nekem adófizető állampolgárnak jogom van az élethez és az egészséghez. Ez nincsen mismásolva. Lehetne jogom az ingyen és tiszta energiához is, csak az a rizsa van leírva, hogy a tiszta környezethez van jogom, azt a hajamra kenhetem mondjuk. De itt az élethez és az egészséghez jogom van. Na most az a nagy kérdés. Ez az eset egy konkrét tesztje annak, hogy él-e ez a szerződés két irányba. Vagy pedig csak kötelességeim vannak, vagy vannak-e jogaim. Tehát betarthatók-e a jogaim? A konklúzió az, hogy nem tarthatók be. Semmilyen jogom nincs, csak kötelességem. Márpedig ilyenkor az az én magánvéleményem, hogy az ilyen szerződés sem is fölrúgható. Ha ők fölrúgták, akkor mi is fölrúghatjuk. Magyarán ne fizessünk adót. Ez a véleményem, ez az egyetlen fegyverünk. Te itt most ezzel a mondatoddal csak fekete bárány lehettél, mert a többi fehér bárány béget, és te a sor között együtt vonulsz velük. A kérdés számomra nem így szól. A kérdés számomra úgy szól, hogy mit ér a jogrendszer hatalom nélkül. És másik kérdés, kinél van a hatalom Magyarországon? Tehát van egy ilyen látszat demokrácia, akkor 4 évente szavazol, és a kis Jósika Pista, aki többet ígér, arra szavazol, de őnála sincs a hatalom. Ő Mariad Fügaretként végrehajtja a háttérhatalomnak az intézkedését. Tehát a hatalom a gyógyszergyárnál van, ha most a gyógyszergyárat szemtek ki. Pontosan. De akár a polgári engedetlenség az úgy néz neki, összefogva ez a politika erővel, akit viszont nem te fizetsz meg, hanem a hatalom, hogy te az érdekeidet képviseled. Tehát az érdekképviselet alapproblémájával van szó, és az az államszövetség, ami sosem köttetett meg ember és az állam között, az, hogy életem, véregem, katonaságom, adómat adom, ezért cserébe megvéd. De ez teljes egészében nem így van, mert hogy az államhatalmat a fuggerek és az uzsorások tartják a kezükben, és csak egy látszat bábuként működnek a országban. De igen? Azt mondom, hogy itt és most ezt a vonalat meg kell húzni, mert ha itt nem állunk a sarkunkra, ha saját életünket, puszta életünket a gatyánkkal együtt nem védjük meg, mert már csak az a miénk. Ha itt, kedves állampolgárok, nem állnak meg, és nem állnak a sarkukra, és nem mondják azt, hogy eddig és ne tovább. Ellophattátok a befizetett adónkat, hülyeségekre pazaroltátok, Gripengépre, ami nem véd minket, és ugyanakkor azt a, mit tudom én, 10 000 forintos vakcinát, ami engem meg a családom életét megvédi, azt nem kaphatom meg, akkor nincs közöttünk üzlet, akkor az alkotmány borult, akkor viszont nem fizetünk adót. Jó, a 100 000 főre jutó tudatosok emberek száma hány? Most ez már matematika, ez a te területed. Nagyon kevés, nagyon kevés. Mi a kritikus tömeg, most már megint a te területed, hogy hogy a hideg magfúzió beinduljon. Így van. Tehát azt gondolom, hogy ha 10 ember tagadja meg az adó fizetést, az 5 perc alatt. 10 000-et
már nehezen dolgoz föl az APEC apparátusa, de azokat még úgy egyenként leszalámizzák. Ha 100 000 ember összefog, és én ezt nem tudom megszervezni, de itt van a magyar társadalom nagy tesztje, hogy vajon egy nagy kupac hülye birka a magyar társadalom, vagy legalább itt a sarokba szorítva sarkára mere állni. De 100 000 embernél már, ha 100 000 ember megtagadja, ott már ezt a tömeget már az APEC nem bírja. Tegnap ült itt a helyeden Bogár László, és ez a gyáva népnek nincs hazája, ez elég sokszor elhangzott, tehát ezen kéne változtatni. Illetve a bírókkal kapcsolatosan dr. Völgyesi Miklós, aki egyébként Gyurcsányt le tudta volna csukatni, a vádiratot megcsinálta, csak nem volt elég vér a pucájba, hogy végigvigyék. Ő itt ült itt, és bírókról beszélgettünk, hogy a bírók miért nem. És azt mondja, van egy film is vele, kedves néző, utána nézheti, hogy a vérbírók unokái még ma is ítélkeznek. És valahogy ez lett a műsorunknak a címe is. Tehát ő úgy látja, hogy teljesen mindegy, amit itt baloldali vagy jobboldali rendszerváltásba átvittünk, a hatalom mindig arctalanul és láthatatlanul a paraván mögül intéz, és mindig lesz egy kollaboráns, kiszolgáló csapat, aki egy kicsivel jobban él a többi rabszolgánál, a birkánál, de egyébként ők nem látják, hogy ugyanígy haladnak a vágóhíd kapujába, csak esetleg kényelmesebb hintóval, de benne a sor között áll. Én is úgy látom, én nem azt látom már, hogy utolsó pillanat, hanem már zuhanunk lefele a szakadékba. Na most legalább ezt a pár pillanatot élvezzük, hogy gyönyörködjünk, mert ez az egyetlen gyönyör az életünkben, hogy látjuk a zuhanást. Avagy, és pontosan ez az ernyő, amit kitehetnénk a fejünk fölé, és ez a közös összefolyás, ami megállíthatná ezt a folyamatot, és úgy érnénk a földre, hogy nem halunk meg, hanem valami boldogabb életünk lesz. Tehát szkeptikusok lehetünk, megtapsolják majd ezt a műsort, és megint megnézik 100 000, több 100 000 forintot. Marad minden. És akkor várják, hogy ülnek, várják, hogy ki fogja ezt akkor megcsinálni helyettem? Hát ez az. Ugye a klasszikus mese, hogy az egerek... Macska nyakába kiteszi a kolompot. Pontosan veled beszéltük ezt meg 2 éve azóta is. Így cseng a fülembe ez a csengő. De ugye az igazság, hogy Horváth professzor hajlandó volt felrakni a macska nyakába a kolompot, és nekünk pontosan itt most az a dolgunk, hogy minél többen halljanak róla. Gandhi mondja valahol ezt, hogy először nem vesznek róla tudomást, nem is létezel. Aztán megpróbálnak nevetségessé tenni. Aztán megpróbálnak eltaposni, és hogyha elég kitartó vagy, akkor végén győzni tudsz. De azért Gandhi mögé odaállt 500 000 ember, tehát az egy kis különbség. És itt Horváth professzornak elég lenne 500 000 ember, hogyha a mögé állna. Horváth professzor szerint ott volt az ANTS, egy prominens, nagyon okos, értelmes hölgye, aki próbálta a vád részéről képviselni az eljárás, de soha senki nem tudott megfelelő szakmai érveket felhozni vele szembe. Hát ugye a bíró önmagában zavarba volt, mert nem tudta, hogy mi az a koleszterin, meg antitest, meg ilyesmi. Tehát ő nem volt szakember. Ez nem olyan, mint egy baltás gyilkosság, ahol egyszerű az eset. Ez egy rafinált tömeggyilkosság, és ő véleményem szerint sajnos a rossz oldalon áll, és ezeket honnan segíti. Van szakértő, csak bevont, nem? Van olyan szakértő, akivel megvizsgáltatták az elkobzott anyagot, és akkor azt mondta, megmondták, hogy ez arra jó. Koleszterin, igen, és ezt lehet kapni a bódba. Tehát az is, az úgynevezett szakember, ilyen bűnügyi, igazságügyi szakértő, kémikus, hát csak át és a tannyögött. Ez ugyanúgy, mint a órási túrunk, az EFSA, ez a Európai Bizottság, ahol a gyógyszergyárak delegált szakemberei ülnek, és megmondják azt, hogy melyik gyógynövényről mit lehet állítani. Persze, hogy semmit nem tudsz róla, mert a gyógyszergyárnak sose az lesz a célja, hogy a gyógynövényeket fogyasszák az emberek. Tehát egy teljes anamnézia van az emberiségben, tehát hogy ez az orwelli világ, ez a maszlagarcú emberek, és gyakorlatilag, bocsánat, de marha jól érzik magukat. Kicsit kritizálják, de amíg megvan az iPhone-ja, minden héten tudja csörgetni a bevásárlókocsit valamelyik szupermarketbe, addig ő tökül el van. És ez a kritikus tömeg, ha kikaparja neki a gesztenyét, lehet, hogy még haragudni is fognak rá. Hogy látod ezt a kérdést? Ugye számomra az volt a döbbenetes, hogy megírtam ezt a cikket, és akkor elküldtem pár
a sajtóterméknek, egy se válaszolt. Tehát egyik se volt hajlandó. De nekem nem küldted el, hanem egy kedves közös barátunk küldte el, én megosztottam, és több százezen olvasták el ennek kapcsán. Hát nem tudom hányan, időnként kapok visszajelzést, hogy ide-oda megérkezett. Én remélem, hogy szép lassan ez fog diffundálni. Hát mondd el a nézőknek, hogyha valakit érdekel, hol olvashatja el, és ők is legalább ebbe segítsenek, hogy küldjék tovább ismerőseiknek. Nagyon szépen köszönöm, mert sose szerettem magunkat reklámozni. Tehát a VNTV-nek van egy Facebook oldala, bejutott, hogy VNTV Facebook oldala, és akkor Egeli Gyuri barátom fényképével tudják, merik teszik. Kettőbe bontottam a cikket, mert elég sok volt. Körülbelül 10 napja raktuk ki, de van itt egy pár érdekes cikk, például Horváth professzornak ugyanerre az oldalra kitettük a blogját, amit érdemes megnézni. Milyen konklúziót vonnál le? Tehát most már elmondtuk, hogy szkeptikusok vagyunk, de azért tudjuk jól, hogy azért tépjük pörös szánkat, nem fogjuk be, mert valami változást szeretnénk. Miben hiszel még? Abban nem, hogy ez a dolog Magyarországról elindulhat. Magyarország egy abszolút a tudományt tekintve ultrareakciós ország. Tehát innen el nem tud indulni semmi. Itt az úgynevezett államapparátus egyetlen érdeke, hogy minden ilyen újdonságot lebunkózzon. Tehát a realitást ismerve ez itt kilátástalan. Én abban bízom, hogy Kínában ennek van értelme. Van egy kérdésem. Melyik gyarmaton, ahol rabszolgatartó társadalmi berendezkedés van, fogadnák el örömmel a függetlenségi nyilatkozatot? Hát sehol. Nagyon profán a kérdés, ugye? Tehát amíg ez egy kiszolgáló hatalom, amíg itt egy gyógyszergyári lobbinak nagyobb hatalmi szava van egy OGYI-ba, egy OET-be, egy bíróságon, egy GVH-nál, egy ANTS-nél, mint maga az össztársadalmi érdek, addig te itt hiába akarsz bármiféle fantasztikus magyar szellemi terméket sikerülni, amíg ellene mész annak az érdekcsoportnak, aki itt gyakorlatilag a gyarmatosításunkat elvégezte. Még elmondom neked, hogy bocsánat, most a szocik nagyon fognak örülni, de még a Szovjetunió is jobb volt ennél, mert ő legalább fogta, fölkarolta a tudost, kivitte akárhová, Szibériába, és ott megcsinálták a tudományát, mert ennek volt érdeke, hogy gazdasági fejlődés valahol. De itt az az érdeke, hogy takarodj el az országból, és hogy viszed magaddal. De ezek most nagyon szkeptikus szavak, és ezek nekem nem tetszenek, Pisti. Tehát, hogy próbáljuk meg pozitívra átfűteni a dolgot. Amíg veszed, addig eszed. Tehát amíg nézed a mainstream médiát, amíg a média képes téged agyilag meghűíteni, addig azt fogod csinálni a félelem teréből, amit ezek elvárnak. Amikor egyszer hajlandó vagy nem tovább csinálni az elvárásaikat, onnantól a dolgok megváltoznak. És lehet, hogy te az első 100-ba vagy benne, akit az APEC még el tud kaszálni, de amikor az első 100 nem fizeti be a sárga csekét, akkor a következő 1000 sokkal könnyebben összejön, és utána a 10 000 és a 100 000. Ja, a Völgyesi Miklós mondta el, megkérdeztem tőle itt, hogy hány ember tudná blokkolni a rendszert. És akkor itt elkezdtünk menni, hogy egy ilyen megyei bíróságot, mint itt Dunakeszin van, körülbelül 200 ügy már blokkolni tud. Egy pesti bíróság szintén 10 000 teljesen lefekteti az egész rendszert. Országos szinten nem kell 100 000 ember. 100 000 ilyen ügy, ami megakasztja őket. Tehát ennyi a történet, de... Hát például azt meg lehetne csinálni, hogy beperelni a magyar államot. Hát a Lehman György pontosan ezt csinálja a adósok kapcsán. Annyi peres ügyet berakott már a szájukba, hogy attól gebednek a devizahatóságos ügyekbe. Tehát, hogy valaki ezt már csinálja, őt is a kedves nézők megtalálják itt a VNTV több Lehman Györgyös filmet csináltunk, hogy mit csinálnak a devizahitelesek. Tehát mindent megteszünk azért, hogy te tedd a dolgodat, de mi helyetted nem mehetünk el oda, kedves néző, és nem tudunk helyetted a devizás ügyedbe, a pörös ügyeidbe, te neked ki kell állnod magadért. Én azt javasoltam, hogy kérem szépen mindenki menjen el az országgyűlési listás képviselőjéhez, mondja el ezt a dolgot, hogyha nem lép a parlamentbe, akkor el fog búcsúzni a mandátumától. Kivették a visszahívhatósági. Azt kivették, igen, de majd lesz szavazás, és azt is javasoltam még, hogyha valaki így meghal, akkor a gyászjelentést ragasszák ki a képviselő úrnak az irodájára,
hadlással képviselő. Meg ingyen akarsz tapítáztat nálam? Ingyen, hogy lássa munkájának az eredményét. Lássa azt, hogy mennyire törődött a rábízott és belőle élő állampolgárokból. Dávid professzorral beszélgettem még, nem itt voltunk ebben a helységben, és megkérdeztem, hogy rengeteg onkológus orvost ismer, akik rákos betegek ezeinek, tízezeinek adja be a kemót meg a sugárkezelést, hogy mit csinálnak ők olyankor, amikor nekik van. Amikor nekik van. És nagyon érdekes volt a válasz, nem számítottam rá. Tehát ahhoz az egójuk nagyon kemény, hogy elmenjenek hozzá és alternatív módszert választanak, szereznek valahol illegálisan egy pisztolyt és fejbe lövik magukat. Szóval ez a paradoxon az egésznek, hogy ő belül tudja, mit csinál, megteszi meg, ha nem teszi meg, megteszi más, és ebbe dőlik bele a világ. Még mindig ugye Horváth professzorhoz éjjel bekopogtatnak, nem tudom, melyik miniszterelnök, ha akarja, hogy elmondja, hogy hát én tudom, mire jó, adja már be nekem, és meggyógyult tőle, de az egész országát hagyja, hogy ne kapja meg. Tehát ez a tragédia, ez a pszichológusok úgy nevezik, hogy kognitív diszkrepancia, vagy disszonancia, amikor a dohányos azt mondja, igen, tudom, hogy mindenki beledöglik a cigarettába, de én nem. Nem, ő is beledöglik. Tehát itt teljesen nyilvánvaló, hogy a politikai hatalom és a mögötte levő hatalom tudja, hogy mit csinál, és merik megtenni, és ha szükséges, a mi pénzünkön föntartott rendőrséggel öletik meg. Ugye? Már az is nonsens, hogy miért rendőrök mentek ki? Hát a figyelő is fölteszi ezt a kérdést, hogy. Miért nem az ügyészségnek a civil emberei? És lehet tudni, hogy ki volt az a két rendőr, aki elkövette ezt a dolgot természetesen. És az ügy alszik, és elalszik. És soha senki nem fogja ezt feszegetni, senki nem meri ezt az ügyet. Pedig itt egy teljesen nyilvánvaló bérgyilkosság volt egy főben járó ügyben. Nem arról van szó, ilyen kis aranykéz utcai, két-három emberes robbantás, amit azóta se tudtak megoldani. Itt emberek, csak Magyarországon évente emberek, tízezrei, így van. És az, hogy Magyarország népessége csökken, és ez egy igazi második Trianon számunkra, az ennek az ügynek a Gyurikám, ez harmadik Trianon, mert pont visszatérve az előző beszélgetésünkre, Bogár Lászlóval végeztünk, nekünk Mohács volt az első Trianon. Ott volt először, amikor, bocsánat, ezt az országot végtelenségig. Igen. A fuggerek ugyanúgy kakába hagyták. Az volt az első Trianon, ez a 21 volt a második. És most jön a harmadik, hogyha látjuk, hogy mi történik az országban, és nem teszünk semmit, de ezt a harmadiknak az az eredménye, hogy maga, olyan, mint hogy magyar, ez eltűnik a föld színéről. Tehát ez biztos. Ekkora téte, és akkor most negyed nagyon a szkíta ősökre hivatkozóknak a figyelmébe ajánlani, hogy most meg kéne valamit tenni a szájtépésen túl. Most kvázi úgy néz ki, hogy mi itt ketten ugyanúgy tépjük a szánkat, azért te megtetted az életedbe a magad kis dolgát, bár ezt a sikerre, a pontot én nagyon szeretném azt, hogy én itt föl tudjam vele tenni valamilyen módon ebbe a műsorba, hogy a édesdrága szkeptikus barátaidnak is egy kis, nem azért borsot törjek, mert rengeteg embernek jót tudnánk vele tenni, de az a fajta kifinomult gazemberség, ugye, mert a te ellenségeid azok nem az ősbunkók, akik... Azok diplomás bunkók. Ezek diplomás bunkók, tehát akik műszaki egyetemet végeztek, és... Ott tanerők. Ja, és tanerők, és egyszerűen utaznak rá, hogy téged lehetetlené tegyenek, közben már az arcát se teszik, kitesz egy tigris arcot, mert mit tudom én, papírtigrisnek apostrofálják őt, de szofisztikált módon próbálja eladni azt, ami valószínűleg nem igaz, mert az egész törvénykezés, a média is erről szól, hogy engem gyönyörűen meg tudnak vezetni, és mindaddig, amíg a hülyeségbe és a félelembe tudnak tartani, addig engem, mint birkácskát, mindenre rá tudnak venni. Hát a nézőt csak arra biztatom, hogy nézze meg, hogy melyik médiában van például gyógyszerhirdetés, a Kossuth rádióban, aztán a úgynevezett köztévé tele van gyógyszerhirdetése, és persze a kereskedelmi tévé is, hát mernek ők a kenyéradó gazdák ellen bármit is csinálni, hát semmit. Elmondtad. Az RTL-ben jártam 3 éven keresztül, mint egészségünk élő lelkiismerete, minden 2 hétben szerdánként ott voltam, megkérdeztek aktuális témákról, és én mint a természetgyógyász az aspektusából válaszolgattam, mindaddig, amíg egyszer a barna lötyről nem lett szó.
majd én elmondtam a kóláról a véleményemet, és majd következően mondták az RTL-nek, hogy hát lehet ezt a kis hülye gyereket itt szerdánként megszólaltatni, de akkor most egy kis időre a kóla hirdetést elvennénk tőletek. Igen. Tehát szóval itt van okozat összefüggés, és csodák csodájára azóta nem hívtak. Most kezdtem visszaszivárogni a vasárnapi műsorukba, de ezt én tökéletesen a saját bőrömön érzem, hogy miről beszélsz. Mi ennek az egész műsornak a konklúziója? Próbálj meg te összefoglalni. Az, hogy itt vagyunk a válaszvonalon, hogy akarunk-e teljesen eltűnni, vagy maradt... Tudunk-e, bocsánat, nem akarunk akarni, akarunk a slozin is, csak mi az, amit ezért képesek vagyunk megtenni? Így van, elérkezett az utolsó pillanat. Ja. Mielőtt a zuhanásból megkoppanunk ott az aszfalton valahol. Kedves néző, ez most nem ilyen happy endes vége volt. Menjék ki az utcára, szomszédoddal, beszélgessetek, hogy mit tudnátok közösen csinálni. Ne engedd magad ide bezárni a médiának, ide az internetes kis képernyő elé. Most már azért látod rengeteg példából, hogy van ember, aki meri teszi. Horváth professzort, minden támogatást adjatok meg neki. Keressétek fel a kis lehetőségét, hogy támogassátok, hogy önmagatokat támogassátok. És aki meg ott van a hatóságosdiba, aki most még ott a hatóságosdiba, de annak a hatalomnak ugyanúgy nincs rá szüksége egy idő után, aki most még jelenleg kiszolgálja őt, gondol végig ezt, hogy hosszú távon érdemes-e magyar szívvel, magyar nyelvvel magyarnak lenni, vagy hosszú távon kifizetedő-e a gyarmatosítóknak a kollaboráns kiszolgálója lenni. Csak a franciaországi példára gondoljatok, amit De Gaulle csinált Franciaországban 45 után, de ezt én most nem akarom nektek elmesélni, hogy mi történt a kollaboránsokkal. Ez megint egy negatív aspektus a dolognak, de a történelem mindig ismétli önmagát, és én azt mondom, hogy ha a magyarság valóban ki akar emelkedni, mert várják a többi népek, hogy mutassuk meg az ősi virtusokat. Az ősi virtusokat. Mutassuk meg a szakrális nép, mit csinál egy olyan szituációban, amikor elembertelenik a világ, elveszti a hagyományait, elveszti a kultúráját, akkor egy szakrális nép hogy felel erre 1100 év veszteség után? Ugye az ős bűn az, hogy annak idején Semmelweist a kollégái becsalták a bécsi tébolydába, ott agyon össze-vissza verték, és hagyták, hogy saját szarába elfertőződjön a sebe, és meghalljon. Na most a szinkronicitásban azért van egy ilyen kis érdekes dolog, hogy a mi műsorunk pontosan augusztus 15-én fog lemenni itt a VNTV-n, ami a Semmelweis agyonverésének azt hiszem a 150. évfordulója. Ugye? Jó emlékszem. Nem beszéltünk össze, de hogyha egy pár évet, pár órát tévedtem, ezt elnézést kérek neki. Pontosan itt a Semmelweis példája. Hány százezer nő, millió, milliárd nő köszönheti Semmelweisnek azt, hogy a gyermekágyi lázban nem vesztette el a férjét és a gyerekét. Általában ugye nem csak a gyermekágyi láz, hanem az a szemlélete. A tisztaság, a bakteriális fertőzések elleni küzdelem. Tulajdonképpen onnantól kezdve kezdett az emberiség szaporodni, hogy a bakteriális fertőzéseket sikerült megszüntetni, az ott kezdődik, hogy kezet mosunk. Tehát itt volt a választóvonal. Semmelweis azért küzdött, hogy az orvosok ne mocskos kézzel, ne mocskos ruhába menjenek be a betegek közé. Ezt a magyar orvostársadalom nem fogadta el akkor, és az a röhely, hogy most sem, még most is vannak a kórházban szerzett betegségek. Gyógyíthatatlan betegsége. Így van, mert koszos a WC, nem mossa meg kellően esetleg az orvos a kezét, vagy az ápoló. Tehát nem sikerült teljesen a Semmelweis féle szemléletet és forradalmat. Láttam én már műtős ruhába közértbe sétálgató orvos. Igen. És a penicillin kapcsolatban is volt egy érdekes felvetésed, hogy az első világháborúban hány millió haltak meg fertőzés ügyében, és ugyanakkor... És megmenthetők lettek volna akkor technikai. Mert már 1800-as évek vége fele ismerték a Föltalálták, így van, amikor Flore, és nem Fleming, Flore a II. Világháború alatt kikutatta a penicillint, és az amerikaiak tömegesen kezdték gyártani. Addigra
több millió katona és egyáltalán több milliárd ember halt meg bakteriális fertőzés miatt. És ezt műszakilag, technológiailag az 1860-as években már meg tudták volna oldani. Tehát az első világháború nem kellett volna. Bőven. Mostanában olvastam, nagyon érdekes, ide tartozik, hogy az amerikai polgárháború nagyon nagy részét ilyen marha legelőkön játszották le a fiúk, gyilkolgatták egymást, és 90%-ban nem abban haltak meg. Nem a sebesült, hanem a marha fekáliából összeszedett fertőzés, amit utána nem tudtak rendesen kifertőtlenül. Bakteriálisan fertőzés. Elevenen rohadtak meg. Ezt a durvát hitelni. De hát ez történt, elfertőzöttek, és elgennyesedtek, és egyszerűen a gázok, a genybaktérium okozta gázok elzárták a keringési rendszert. Akkor most felhoztad bennem a végszót, megcsatornáztam a végszót. Mi nem eleve élve rohadunk el a lelkünk útján, hogy féljük az életünket, és nem merjük megtenni, amit meg kéne tenni. Ez ugyanolyan rohadás, sőt, ez rosszabb, mint a bakteriális rohadás, hanem a lélek és a mentális énünk rohadása, és szerintem ez sokkal hosszabb és kínódos betegségek. És bűzhöttebb. És miközben még rosszul is érezzük magunkat. Na, kedves néző, ez most nem volt pozitív befejezés, de valahogy fel kéne már ébredni. Tehát, hogy és elmondom a nagy jó hírt, tehát aki 5 éve néz itt bennünket, most vagyunk 5 évesek egyébként, most mondom neked a durvát, mi 25 évvel ezelőtt találkoztunk az első pszichoszonikai konferencián a Budai Várban. Hát erre sem nagyon büszkék erre 25 évre, de azért ez jelent valamit, egy 25 éves ismeretség, és még nagyon nem tudtunk összeveszni, hanem még mindig egy irányba toljuk a szekeret. Arról is egyszer kéne beszélni, hogy mi volt ott. De hát én nagyon jól tudom, aki ezeket a műsorokat nézi, az a saját életében már nem tudja ugyanazt megtenni, amit idáig éveken át megtett. És ez jó hír, és a kritikus tömeg már csak egy ilyen picike. És ezt ne hagyjuk ki, ezt a lehetőséget, hogy ne koppanjunk az asztalton, hanem kinyíljon a fejünk fölött az ejtőernyő, amit saját magunknak az új taktikával létrehoztunk. Köszönöm, Gyuri, hogy itt voltál. Nem felhőtlen, egymás nyalogató beszélgetés volt, ezt azért el kell ismernem. Remélem, hogy Weiss Tamás is egyszer más fénybe fog látszani. Ugye karmikus szempontból azért nagyjából értjük ezt az egész sztorit, amit ő elszenvedett, de az engedély egyébként még mindig él Afrikában, és csak úgy megmondanám egy kedves üzlettársának, Weiss Tamásnak, hogyha hol van konkrétan ez az ország? Bissau-Guinea. A Bissau-Guineában valaki elmegy ebből a gazdasági körből, mint Weiss Tamás gazdasági és tudományos munkatársa, Horváth professzor találmányát még mindig el tudja terjeszteni, csak egyre vigyázzon, ne mondja el senkinek. És akkor jó esélye van rá, hogy több százmillió embert megment a világon, és gazdaságilag talán még kedvező lesz Magyarországnak is. Köszönöm, hogy itt voltál, önöknek megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Azt kérem, hogy nézzék és osszák ezt a filmünket is, mint az összes korábbit is. Szia, Gyuri! Sziasztok! Szeretnéd családtagjait otthonában gyógyítani? A Safe Laser segít önnek ebben. A pelenka kiütéstől a nagypapa hátfájásáig, valamint a házi kedvencek betegségeinek kezelésére hatékony megoldást nyújt. Manapság már a háztartás fontos része, mint a lázmérő vagy a C-vitamin. Safe Laser a családgyógyító fénye. Részletes információ www.safelaser.info.